Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Van egy új ötletem. A napokban úgy gondoltam, hogy készítek videókat, többet is, a kártyáimról. És megmutatom azt, hogy milyen kártyákkal dolgozom, megmutatom a képeket, hiszen ha ti is ezzel foglalkoztok, vagy érdekel benneteket a kártyavetés, akkor jó az, ha látjátok azt, hogy melyik csomagban, mint például itt, amiről ma beszélek, hogy milyen kártyák vannak benne, hogy tetszik-e nektek, igen vagy sem. Én annyira imádom a kártyavetést, és annyira imádom a kártyákat, meg a képeket is, hogy egy egész gyűjteményem van belőle, és pontosan ezt szeretném mutatni nektek. Nem csak ez az egy felvétel lesz, hanem most rendszeresen jönnek felvételek a különböző kártya csomagokból. Most erről a kártyáról van szó, a Le Nomade kártyáról. Ez a régi stílusban van ez a kártya. A Le Nomade kártya az tulajdonképpen Marie-Anne Le Nomade-tól származik, ő volt Napóleon, illetve Napóleon testvérének a kártyavetőnője, egy francia kártyavetőnő, 1772-ben született, és 1843-ig élt. Tehát tőle származik ez a Le Nomade kártya, az ötletek, a képek. Ha én egy kártyacsomagot rendelek, akkor engem érdekel az is, hogy milyen nagy a kártya, a mérete, hiszen ezzel kell, hogy dolgozzam. Itt ennél a kártyánál 6 cm, és a hossza az 10 cm, tehát 6x10 cm, és akkor tudjátok, hogy mekkora ez a kártya, hogy tudtok vele dolgozni. A Le Nomade kártyáknál számok vannak, az 1-es az utal erre a lovas férfire. Ez lehet egy férfi, egy kolléga, egy barát, vagy egy ismerős. Ez a kép azt is jelenti, hogy valaki útban van hozzád. De jelent mindent, ami mozog. Ez lehet sport, autó, kirándulás, költözködés, változások. Mint időkártya, mivel már útban van hozzád, jelenti, hogy hamarosan ez megérkezik. A 2-es számnál van a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Mint időkártya lehet 4 nap, vagy 4 hét, de utalhat április hónapra is. A 3-as szám, a hajó, az jelenti a reményt, de utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. A 4-es szám, ez a ház, jelenti a te otthonodat. Ez lehet egy ház, de lehet egy lakás is. Vagy jelenti a családi kapcsolatokat. A ház utalhat valaminek a kiépítésére, vagy utal az alapokra, és ezekre az alapokra lehet valamit kiépíteni. Vagy jelent ingatlanokat. Az 5-ös szám, ez a fa, utal a biztonság érzetére, ahol le lehet gyökerezni. Jelenti a türelmet is. Azon kívül utal egészségügyi témákra, a gyógyító erőre, vagy betegségre, vagy az, ami betegít bennünket. Mivel itt egészségügyi témákról is szó van, gyakran jelenti a munkahelyet, ha valaki ezen a területen dolgozik. Mint időkártya jelenti az őszi hónapokat. A 6-os szám, a felhő azt jelenti, itt valami beborult, valami olyan átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol.
A hatos szám jelenik itt meg, és mint időkártya jelenti a felhő a fél évet, tehát 6 hónapot. A hetes szám, a kígyó, ez jelentheti a transformációt, a megújulásokat, a gyógyító erőt, vagy azt, hogy mellékutakon közeledik valaki hozzád. A kígyó gyakran utal egy nőre. Ez lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, lehet egy rivális személy is. A 8-as számon a koporsó látható, ami jelenthet egy halálesetet, de én ezt nem szoktam kimondani, inkább úgy írom le, hogy örökösödési ügyről lehet szó, akkor azt úgy finomabban tudom kifejezni. Persze nem biztos, hogy tényleg örökösödésről van szó, hiszen a koporsó jelenthet régi témákat, régi kapcsolatokat, egy idősebb személyt, egy idősebb személyt, vagy például egy ingatlant, ami ilyen régi épület. Amit a koporsó még jelent, hogy le lehet zárni valamit. A 9-es szám, a virágcsokor, az jelentheti a kerti munkát, a virágokat, jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, egy kellemes meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot is. Jelenti a tavaszt. A 10-es számon ez a kasza látható, ami elvág valamit. Itt le lehet zárni bizonyos kapcsolatokat, eseményeket. Amit ez a kártya még jelent, hogy valami olyan hirtelen történik, amikor nem is számítasz rá. A 11-es számon van az ostor, és ez ostoroz, ez fáj. Itt vitákról, veszekedésekről, nézeteltérésekről van szó, vagy hogy valaki meg akar bántani téged. A 12-es számnál vannak a madarak, jelentik a könnyűséget, a mozgást, a levegő elemét, és utalnak a kommunikációra. A 13-as számnál ott van ez a kislány, jelenti a gyermekeket, vagy a fiatalos kisugárzást, vagy egy új kezdetet, újdonságokat. A 14-es számnál van a ravasz róka, ez jelenthet negatív gondolatokat vagy érzelmeket is, figyelj oda erre, de lehet egy hamis személy is, aki hazudozik, figyelget téged, becsap téged. A 15-ös számnál van a medve, ez jelenti a te élet erődet, amivel be tudod bizonyítani magadat. Lehet a belső erő is a hited, vagy előfordulhat, hogy itt egy személyről van szó, akinek szava van. Ez lehet egy bíró, ez lehet a főnököd, ez lehet az apukád. A 16-os számnál megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz, és jelenti a spirituális területet is. Azon kívül azt, hogy most történik valami, mert így van megírva a csillagokban. A 17-es számnál vannak a gólyák, illetve itt egy gólya látható, ami jelenti a változásokat. Ez lehet költözködés, munkahelyi változás, vagy megváltozik a hozzáállásod. Ha a gyermek ott van a közelben, akkor jelentheti egy kisbabának a születését is. Itt a 18-as számnál van a kutya, jelenti a házi állatokat, ez lehet egy cica is, vagy jelenti a baráti kört és a hűséget. A 19-es számnál megjelenik a torony, ez lehet egy személy, aki magas és sovány, lehet egy nő, lehet egy férfi is,
Azon kívül utal hivatalos dolgokra, vagy bírósági ügyre, vagy jelenthet egy nagyobb céget, tehát egy nagyobb épületet, esetleg egy nagyvárost. Ez a torony arra is utalhat, hogy fogva érezzük magunkat a toronyban, és keresünk egy megoldást, keresünk egy kiútat. Itt a 20-as számnál a park van, jelentheti a szép környezetet, a természetet, de utal a nyilvánosságra is. A 21-es számnál van a hegyvidék, ez tényleg lehet kirándulás a hegyekbe például, de ez a kártya jelenti mindazt, ami bennünket nyomaszt, ahol problémák vannak, vagy jelentheti a félelmeket, vagy egy olyan helyzetet, ami kellemetlen számunkra. Néha jelenti a rideg tartását, olyan, mint egy szikla. Itt a 22-es számnál vannak az utak, valami vagy valaki útban van hozzád, vagy jelentheti a döntéseket. Itt látható az egér. Én úgy szoktam mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát el tudnak bizonyos kártyát távolítani, például a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan, de jelentheti azt is, hogy vannak félelmek, hogy valamit vagy valakit elveszítesz. A 24-es számnál itt van a szív, utal a szerelemre, de jelenti azt is, amit kedvelsz, a család, a hobbi, a hivatásod, de elsősorban a szerelmi kapcsolatokra utal. A 25-ös számnál megjelenik a gyűrű, ezek is kapcsolatok, vagy jelenti azt, hogy valaki visszatér hozzád. A gyűrű jelenthet szerződéseket is. A 26-os számnál van a könyv, jelenti a tudást, a bölcsességet, vagy a könyveket, de jelent titkokat, vagy jelentheti az ő zárkózottságát is. Itt a 27-es számnál megjelenik a levél, ez lehet egy levél, egy hír, vagy valami írásbeli, például egy szerződés, vagy lehet egy dokumentum. A 28-as számnál megjelenik ez a férfi, utal a férfiakra, vagy utal a társadra. A 29-es számnál ez a hölgy, ha te egy hölgy vagy, rád utal, a férfiaknál a lelki társnőre. A 30-as számnál a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy hogy most lehet valamit tisztázni. A Lenormand kártyánál a lilium virág jelentheti a szexuális témákat is. A 31-es számon van a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság, megvan a gyönyörű kisugárzás, a vonzalom, a sikerek, jelenti a nyári hónapokat. Jelentheti az apai témákat is. A 32-es számnál a hold látható, jelentheti az anyukát, az anyai témákat, az éjszakát, a titkokat, vagy az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, az intuíciót is. Itt van a 33-as szám és a kulcs, ez jelenti a magabiztonságodat, vagy azt, hogy ezzel le tudsz zárni bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat, esetleg lehet az ő zárkózottsága. Ezzel a kulccsal kinyílhat egy ajtó, ezek a lehetőségek, vagy jelentheti akkor az ő nyitottságát. A 34-es számnál megjelennek a halak, és jelentik a pénzügyi dolgokat,
lejelentik az értékeket is, például a belső értékeket. A 35-ös számnál van a horgony, és az azt jelenti, hogy le lehet horgonyozni, utal a biztonság érzetére, de jelenti a munkát, a hivatást is. És az utolsó kártya, a 36-os, ez a kereszt, jelenti a hitet, spirituális dolgokat, találkozást, amikor a sors utakit kereszteződnek, jelentheti a döntéseket is, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt a Le Nomád kártyacsomag, ezekből lesznek majd még felvételek, de majd mindig más kártyacsomagot fogok mutatni, hiszen rengeteg van, amit én így gyűjtögettem, és szeretném, ha te is látnád őket. Az is lehet, hogy inspirál ez téged, és tetszenek a kártyák. És megvan arra a lehetőség, hogy te is rendelj egy ilyen kártyacsomagot, amennyiben tetszenek a képek. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárban, hogy tetszenek-e a kártyák, hogy tetszett ez a felvétel. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!